A kávéházi randevút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm vendégemet, dr. Bali Ildikót is, aki osztályvezető főorvos a fertőző osztályon a Tolna vármegyei Balassa János kórházban. Nagy szeretettel köszöntöm még egyszer, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésre. Én köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit is. Ha szabad egy megjegyzést, vagy megenged egy megjegyzést, ha léteznek karakteres arcok Szekszárdon, akire azt mondom, hogy igen, dr. Bali Ildikó, igen, akkor ő orvos, vagy azt mondom, hogy orvos, igen, például a dr. Bali Ildikó, akkor ön az egyik ilyen. Tehát ön egy meghatározó karakteres arc itt a városban, ezért is gondoltam arra, hogy egyszer randevúzhatnánk így itt a kávéházban. Amit sokan tudnak őről, vagy lehet, hogy nem sokan tudnak őről, hogy ön nem tőzsgyökeres szekszárdi, hanem Pécsről került ide. Úgyhogy ha most fogalmazhatok így, ismerjük meg egy picit dr. Bali Ildikót közelebbről, és ebben nyugodtan szó lehet arról is, hogy hogyan került ön ide a szekszárdi kórházba, egyáltalán Szekszárdra. Én pécsi születésű vagyok, tőzsgyökeres pécsi. A szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, mindenki ott született és ott élt. Iskoláimat is a pécsi gimnázium általános iskolába, majd az orvosi egyetemen végeztem, általános orvosi karon, 1976-ban kaptam diplomát. Ezt követően egy évet a közegészségügyi intézetben oktatóként, egyetemi oktatóként dolgoztam, majd amikor egy év múlva fel tudtak venni, vagy megürült egy állás a gyerekkórházba, akkor oda átmentem. Aztán ott dolgoztam, és 1981-ben szakvizsgáztam csecsemő- és gyermekgyógyászatból. A férjemet 1979-ben, miután megpályázta a szekszárdi szemészeti osztály főorvosi állását, ide helyezték a Pécsi Egyetemről, és mi a család 1982-ben követtük Szekszárdra. Dr. Vastagoszkáról van szó. Dr. Vastagoszkáról van szó, igen, ő a férjem, 50 éve. Hogy miért kerültem a fertőző osztályra? A fertőző osztályra azért kerültem, mert én gyerekgyógyász szerettem volna alapból lenni, de a gyerekosztály és a kórház vezetése arra kért, hogy mivel már van gyerekgyógyászatból szakvizsgám, szakvizsgázzak le fertőző gyógyászatból, tehát menjek a fertőzőre, mert a 90-ben megépült és átadott új gyerekosztályon majd lesz egy gyerekfertőző részleg, és akkor annak a vezetésével fognak megbízni. Én 84-ben a fertőző osztályon le is szakvizsgáztam fertőző betegségekből, és ott dolgoztam, vagy dolgozom a mai napig. Hogy miért a mai napig? Azért, mert a 90-ben átadott gyerekosztályon nem lesz fertőző részleg, tehát én ott ragadtam a fertőző osztályon, amit nem bántam, mert akkor, még 82-ben, még a 90-es évek elejéig ez egy vegyes fertőző osztály volt, tehát az újszülöttől az aggasztjánig minden korosztály fertőző betegséggel bíró korosztály megfordult az osztályon. Aztán utána a 83-ba új főorvos került ide, Pécsről, akit szintén sokan ismertek itt, dr. Ternák Gábor, akinek tulajdonképpen azt, amit én most elértem, és amit tudok, azt neki köszönhetem. 14 évig dolgoztunk együtt, 14 év után ő visszament Pécsre, és közben azonban 90-től ő már országgyűlési képviselő volt, és 90-ben megbíztak az osztály vezetésével engem. És 90-es évek végén úgy döntöttek, hogy lesz egy új fertőző osztályunk, ami aztán 2017-ben valósult meg, amikor is egy olyan osztályunk van most, ahol abszolút összkomfortos vagy komfortos, kétágyas, fürdőszobás, zsilipelt, kórtermek, vadonatúj bútorral állítható, távirányítóval állítható vadonatúj ágyakkal,
hűtőszekrénnyel, televízióval, tehát nagyon jól érzik nálunk a betegek magukat. Minden szavából kicsenk, hogy nagyon-nagyon hamar megtalálta szakmailag a helyét itt Szekszárdon. Tehát ezért az ember idejön, kiválasztja a gyerekgyógyászatot, akkor utána a fertőző, az infektológia, évtizedek óta itt van Szekszárdon, a kórházban itt dolgozik, és aktív dolgozó még most is. Na de magában a városban hogy találta meg a helyét? Azt is elmondom, hogy nagyon nehezen jöttem el, mint ahogy az elején mondtam, fájt, hogy közgyökeresték. Eljönni Pécsről? Nagyon ez kérdésem lett volna. Nagyon fájt eljönni Pécsről. Szegény néha édesapám azt mondta, hogy édes kislányom, eljössz a városból, a kis mezővárosba, vagy kis faluba, ő így mondta. Soha életemben először, előtte nem voltam Szekszárdon. Amikor Budapestre mentünk autóval, akkor ugye ott ki volt írva a Szekszárd tábla, így van. Egyébként soha életemben előtte nem voltam. De hogy a férjemet idehelyezték, és már két gyerekünk idehelyezték, hát megpályázta és elfoglalta a szemészfőorvosi állást. Kettő gyerekünk volt, én két évig otthon próbálkoztam, hogy hogyan megy egyedül, de hát nem nagyon ment. És akkor úgy döntöttem, hogy jövünk Szekszárdra. Akkor volt vadonatúj építésű, az ötös iskolánál az a tízemeletes épület, abba vettünk egy lakást, akkor az volt a városnak az utolsó háza. Azt követően már csak földek voltak, pusztaság volt, igen. Most meg kell nézni, hogy mennyi minden épült azóta. Úgyhogy nagyon nehezen jöttem el, de ma már nem mennék vissza Pécsre, és nagyon jól érzem magam, és úgy érzem, hogy egy Tolna megyei szekszárdi ember lettem. Szeretem a várost. Most akkor kanyarodjunk vissza egy picit a szakmai pályafutására. Igen. Ugye a gyermekosztályon nem lett. Nem lett gyerekosztály. Nem lett gyerekosztály. Gyermekfertőző részleg. Nem lett ilyen fertőző, igen, részleg. Hogyan változtak a szakmai pályafutásának a körülményei? Ugye nagyon sokszor lehet arról hallani, hogy milyen állapotban van az egészségügy, és akkor mindig valaki elmondja, hogy bizony vannak olyan állapotok, amelyek mondjuk a sajtóban is szembe jönnek, nem a legjobb körülmények, stb. De ön is mondta, hogy most milyen osztályon dolgozik 2017 óta. Ezek hogyan változtak? Itt főleg arra irányul a kérdésem, hogy ugye ön osztályvezetőnek kérték fel. Orvosként kell helytállni, osztályvezetőként kell helytállni, gyakorlatilag irányítani kell egy komplett osztályt szakmailag, infrastrukturálisan és a többi. Tehát ez egy sokkal nagyobb terület, mint azt gondolom az átlagember el tudná képzelni, jól gondolom? Igen, jól gondolja. Ahogy mondtam, szépen fejlődött a dolog, meg az egészségügyi, az infrastruktúra. Tehát most egy nagyon szép osztályon dolgozom. Sokat kellett ezért tennem, és azért az egész osztály, az összes dolgozónak a munkája benne van abban, hogy amit elértünk, nem csak az enyém, hanem mindenkié. Beszélgessünk egy picit az ön által említett csapatról. Milyen volt az a csapat, vagy milyen az a csapat? Tehát mi jellemzi ezt, hogy egy nagyon régóta együtt dolgozó csapat? Mert aki így beszél egy csapatról, mint ön, az olyan ember mellett általában ott vannak a kollégái, beosztottjai évek, évtizedek óta. Így van. Nagyon, nagyon büszke vagyok arra, amit én itt a pályám során, vagy mint orvos elértem, de nagyon büszke vagyok az egész közösségre, ahol dolgozom. Nálunk a nővérek nem jönnek-mennek, nincs nagy mozgás. A főnővérem több mint 30 éve nálam dolgozik, vagy nálunk dolgozik. Az egyik orvosom az 25 éve, a nővérek nagy része ilyen 10, 15, 20, 30 éve az osztályon dolgozik. Tehát nincs nagy mozgás. Nincs fluktuáció. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy elégedettek a körülményekkel, elégedettek a kollégáikkal, elégedettek az osztályvezetővel, most nem akarom fényezni magam, de tényleg egymásért mindent megteszünk. Mennyit számít egy ilyen csapat, egy ennyire összeszokott gárda akkor, amikor kitör egy ilyen világjárvány, mint a Covid? Mert ha valakinek feladja a leckét, az az ön osztálya. Hát igen. A Covid az nagyon nagy kihívás volt, nem csak nekünk, az egész világon. Ismeretlen volt a dolog, fel kellett rá készülni, minden lehetőséget és mindent megkaptunk a kórház vezetésétől. Akkor is, amikor tudjuk azt, hogy az egészségügy elég kevés anyagi, vagy hogy mondjam, elég rosszul finanszírozott, ha így mondjam inkább.
ennek is megvan az oka, de ez már szakma. Mindent megkaptunk a kórház vezetésétől, amire nagyon büszke vagyok, hogy a szekszárdi kórház orvosai közül senki nem került be betegként, covidosként, akik ott dolgoztak az osztályon. Hát azt is elmondom, hogy a mi osztályunk 18 ágyas, de az egész 3 emeletes épület ki volt ürítve, tehát minden osztályt elhelyeztek onnan, és a legtöbb betegünk egyszerre 226 beteg volt. Na most ezt a 226 beteget 3-an nem tudtuk ellátni, nyilvánvaló, hanem az osztály vagy a kórháznak a orvosai valamennyien, valami időcskét ott dolgoztak nálunk. Tehát senki nem került be betegként, akkor, amikor az elején már hallottuk, hogy például Olaszországban már 100 orvos meghalt a betegségben. Magyarországon is, a fertőző osztályokon, meg egyébként a kórházakban orvosok, nővérek, mentősök meghaltak. Nálunk se nővér, se orvos. Ez annak volt köszönhető, hogy kiváló kórházhigiénénk van, és minden lehetőségünk megvolt, tehát minden védőfelszerelést megkaptunk. Szerintem több millió ilyen szkafandert használtunk el. Úgy nézett ki a beöltözés, hogy volt egy szkafander rajtunk, volt egy sebész sapka, ilyen egyszer használatos sapka, egy szemüveg, egy szájvédő, egy plexi. Ezen a szkafanderen volt még egy nylon kötény, 3 réteg gumikesztyűt kellett felhúznunk, tehát 6 pár gumikesztyűt egyszerre, és még egy csizma volt, egy egyszer használatos műanyagból készült csizma is volt rajtunk. Tehát maximálisan betartottuk a szabályokat, és ezért nem voltak igazán betegek. Akik megbetegedtek a dolgozók közül, azok is majdnem mindenkinél ki lehetett deríteni, hogy vagy a gyerek hozta az iskolából, vagy a férje a munkahelyéről. Le lehetett követni, meg volt a nyomás. Le lehetett követni, igen. Azt hadd kérdezzem meg, mielőtt átérnék egy másik témára, hogy tudjuk, hogy Olaszországban mondjuk 100 orvos meghalt. Ugye lehetett tudni 2020 elején, hogy nagy a baj. Önök gyakorlatilag a szakterülete miatt is a tűzvonalban dolgoznak. Kitör a járvány. Mit mond ilyenkor egy osztályvezető főorvos a beosztottjainak ezeknek a tudatában, hogy akár még valaki ebbe bele is halhat? Hát ők ezt nagyon jól tudták a hírekből. Nagyon jól tudták, és ezért mindenki nagyon komolyan vette, amit követeltünk, amit megkértünk. Tehát nem volt olyan, hogy most képzelj el, hogy a 3 felső szinten, mert ott nincsenek zsilipert szobák. Az alsó 2 szinten, hát ezt így nehéz szemléltetni, de ott zsilipert szobák voltak, ott nekünk nem kellett egész nap szkafanderbe lenni, csak akkor, amikor bementünk a betegekhez. Viszont a felső 3 szinten ez a lehetőség nem volt. Ott a nővérek, orvosok egész nap ebben a ruhában voltak, nyáron a 40 fokos hőségben is. 3 óránként, a 12 órás nővérek műszakban, 3 óránként volt fél óra szünet, és amikor kivetköztek ebből, akkor minden ment a szemétbe. És fél óra múlva minden vadonatúj került rájuk. Tehát ez volt, tehát a védekező felszereléseket és a szabályok, a higiénés szabályokat mindenki nagyon komolyan vette. Ez volt az oka. Ugye említette itt az interjú előtt, hogy még rohan visszadolgozni, most is aktívan dolgozik, aktívan tevékenykedik, és osztályvezető főorvosként, meg aktívan dolgozó orvosként hogyan fér bele más, hogyan fér bele mondjuk akár a hobbi, mondjuk ahogy így kitűnik a legnagyobb hobbi a munka. Így van. A munka, ami egyben a hivatás, a szenvedélye a hivatása. Viszont az nem kérdés, vagy illetve nem titok, bocsánat, hogy indul az önkormányzati választásokon képviselőjelöltként. Ez még így belefér mindezek mellett? Hát, amikor én ezt elvállaltam, mert ugye megkértek rá, tekintettel arra, hogy a képviselőjelöltek között nincs egészségügyi dolgozó. Na most, ahogy mondta, elég ismert vagyok a városban, ismerem a sok embert ismerek. Azért találkozik is emberekkel, sok nem is kevéssel. Találkozom, igen, és
15 éve a kereszténydemokrata párt tagja vagyok egyébként, és így egy ilyen kereszténydemokrata ülésünk volt, és oda eljött a Horváth István, az országgyűlési képviselőnk, és eljött Orbán Attila, aki pedig a KDNP-nek a megyei elnöke. És utána, amikor ők elmentek onnan, akkor felhívtak, hogy szeretnék, hogyha elindulnék. Na most én szinte gondolkodás nélkül azonnal igent mondtam erre a dologra, mert nem tudtam, hogy mivel jár. Ez nagyon sok feladattal jár. Úgyhogy én eddig a kórházban voltam általában 6 óráig, 7 óráig, 8 óráig, a Covid alatt reggel bementem, este 11-kor mentem haza. Most 3:30 minden nap valahova rohanok, mert annyi feladat van. Ugye életemben nem volt Facebookom, most 3 lehet. Hete van, most mert lehet. Muszáj, igen. 3 hete van Facebookom, amivel foglalkozni kell nyilván. Tehát elég sok mindent magamra vállaltam. Miért döntött úgy? Ugye mondta, hogy gondolkodás nélkül úgy döntött, hogy elvállalja gondolkodás nélkül. Gondolkodás nélkül. Telefonban. Megkérdezték, mondtam, hogy oké. Miért? Mit lát ebben én, a pályában? A hivatás ezen részében, vagy a munka ezen oldalán? Én úgy gondolom, hogy a szakmai tapasztalataimmal, a tudásommal, kapcsolataimmal tudok segíteni a városnak, a megyének abban, hogy kicsikét jobban menjenek a dolgok. Tehát ezért vállaltam el ezt. Ezt megmondom őszintén, azt nem kérdezem meg, hogy nem tart-e a feladattól, mint kihívást. Most egy Covid után, több évtizednyi osztályvezetés után, tőzsgyökeres pécsiként idejönni és tőzsgyökeres szexárdivá válni, ilyen nagy vargabetűk után azt nem kérdezem meg, hogy fél-e ettől a feladattól. Hát ha megválasztanak, akkor már nem félek. Csak válasszanak meg. Igen. Úgyhogy erre szeretném kérni a szexárdiakat és a körzetembe élőket, hogy ha tehetik, szavazzanak rám, talán nem fogják megbánni. Nagyon szépen köszönjük. Legyen ez a beszélgetés zárszava, ez a beszélgetés vége. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy elfogadta a felkérésünket, és hát további sok sikert és jó egészséget kívánunk, doktornő. Köszönjük szépen. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a Kávéházi Rendezvút látták, további jó tévézést, viszontlátásra. Köszönöm szépen!